Arcvonások. A Kossuth Rádió portré műsora. Az írás öröm, az írás keserű kenyér. Főképpen akkor igaz ez, ha az új generációkra gondolunk, akik jobbára csak SMS-t írnak és SMS-t olvasnak. Mégis mindig volt, van és lesz, aki tollat ragad, vagy a számítógép billentyűzete elé ül, és megszületik a mű. Különösen érdekes, hogyha az alkotó egy másik alkotóval közösen dolgozik. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ifjabb Tóth György vagyok. Czobor Éva és Orbán Erika mind életkorban, mind életszemléletben, mind életvitelben alapvetően különböznek egymástól, és mégis bizonyos értelemben szerzőpárossá váltak. Hogy miként, ezt megtudhatják, ha velem tartanak Tabra. Tabon ülünk egy presszó teraszán. Nagyon kellemes az idő, és nagyon kellemes társaságban vagyunk, hiszen két hölgy is itt van velem. Arra nem számítottam, hogy Czobor Évát is itt találom, de nagyon örülök, hiszen együtt dolgozik Orbán Erikával. Kamaszkoromban kezdtem el verseket írni. A magyar tanárnőm olvasta el először a verseimet, aki biztatott, hogy írjam tovább, és évek múltán, 20 évesen elvégeztem egy népfőiskolát, Független Alkotók Országos a Szövetségének a tanfolyamát Egerben, és az ő gondozásában jelent meg az első verses füzetem, a Hold és a Csillagok címmel. Eltelt 20 év, az én 20 évemre, és úgy gondoltam, hogy jó-jó vers, de igen, meg kellene próbálni valami mást is írni, mondjuk prózát. Ekkor sodort az életembe Orbán Erikát, aki sok hasznos tanáccsal látott el, hogy prózát tudjak írni, és ekkor jelent meg olyan 8 hónapra rá Róza. Róza valójában egy személy, aki 55 évesen a halottaságyában fekszik, és visszaemlékszik a lánykorára, a fiatalkorában elkövetett botlásaira, szerelmére. A könyv 1939-ben repít bennünket vissza egy somogyi kis faluba, ahol nagy szégyen volt állapotosan mondjuk férjhez menni. Így már nem is lehetett férjhez menni, és ezt a szégyent próbálja Róza a regényben feldolgozni, illetve a papnak a halálos ágyán meggyónni, és a becsapott szerelmét, elmesélni az egész életének a történetét. Megpróbáltam minden részletnek utána járni a 39-es évek falusi világába, az ízes beszéd ettől elkezdve a falusi templom színén, a tájleírással, a poros utak, mindennel, amivel csak tudtam. Erre nagy segítségem volt itt Tabon a néprajzi gyűjtemén, ahova bementem, és mindenféle apró dolgoknak utána jártam. A szappanfőzéstől elkezdve, a fiatal lányok ruhadivatjától elkezdve, mindennek, amit csak tudtam, a kékfestő anyagtól elkezdve. Például azt is megtudhatjuk, hogy ebben a világban bizony a lányok nem vághatnak, adták le fufrúra a hajukat, ahogy most például divat a mai világban, és ebből is akadnak majd problémák. Ez nem is annyira irodalom, ez már inkább szociológiai kutatás. Én is úgy gondolom, hogy ez egy nagy fénykép abból a világból. De miért tetszik Önnek? Hát fiatal hölgy. A nők általában persze egy kicsit romantikusabbak, mint mi férfiak, de inkább a mában szeretnek élni, inkább praktikus gondolkodásúak, és akkor visszamenni a 30-as évekbe, biztos izgalmas, de nem értem, hogy miért pont a 30-as évek. Valószínűleg én már életem végig ebben a korban fogok maradni. Talán a nagyszüleim világa vonzott, a nyugalma, a szépsége, a tolposztástól a kukoricahántásig, minden, a négy ökrös szekér és az a nyugalmas világ. A maga kis pletykáival ez a világ vonz engem. Most Erika, ne figyeljen ide. Milyen együtt dolgozni? Mert eddig hallhattuk, hogy miért és hogyan született az ön munkája. De együtt. Hát az ember mindig a saját irányába szeretné vinni mondjuk egy
a történetet. Mindig nehéz egy másik ember más mentalitásával összefésülni, összefésülődni. De milyen Orbán Erika? Magánemberként is milyen, meg szerzőtársként is milyen. Pontosan ez az érdekes a történetben, hogy nem vagyunk egyformák. Ha egyformák lennénk, akkor biztos, hogy két dudás nem férne meg egy csárdában. Nagyon ellenkező jelleműek vagyunk, és így nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Bármi történik, például egy színdarab megírásakor, eljátszásakor, elmondjuk a véleményünket, és mindenki hozzáadja a maga kis világát a történethez, és ez így lesz egy kerek egész. A regényeket mind a ketten külön-külön írjuk, de amikor már egy színdarabot húzunk össze belőle, akkor viszont összeül a stáb és megbeszéli az egész forgatókönyvet. Nem kérdeztem meg, pedig fejemben volt, de most eszembe jutott, hogy ugye a nagyszülők világához vonzódik, de milyen környezetben nőtt föl? Ilyenben? A nagyszülők világában volt valami különleges hatás? Mert abban azért nem arra régmúlt időre hajatszik, ami az írásban megjelenik. Igen, én a gyerekkoromat Tengődön töltöttem, ami Taptól körülbelül 15 kilométerre fekszik. És igen, ott a nagymamám volt az, aki pontosan ezzel az ízes tájszólással beszélt, és ez nekem természetes volt így beleépíteni, mert pontosan ismertem ezeket a szavakat. Aki abban az ő fiatal világában cseléd volt. Így sokat mesélt nekem arról a virágról. Szülei? A szüleim teljesen polgári foglalkozást végeztek, de mivel a nagypapámat is nagyon szerettem, nagyszüleimet is, az édesanyámnak a szüleit, ezért ővelük is sokat beszélgettem. Azon kívül szociális gondozó a végzettségem, ezért az idősebb korosztályhozokat nagyon szeretem. Sokat beszélgetek velük. Egyedül nőtt föl, mint a család egyetlen sarja? Nem, három testvérem van. Igaz, hogy a szüleim elváltak, de mind a két második családból születtek még testvéreim, két húgom. De egy bátyám van. Ők is írogatnak? Én úgy tudom, hogy a testvéreim nem írogatnak. Nem, elmondták volna, hogyha csinálják, nagyon titokban csinálják, mert még nem mondták meg, hogy bármit is írtak volna. A család, már a szülők egyáltalán tudják, vagy érdeklődnek, hogy az irodalmi munkássága milyen? Igen, tudják, és nagyon büszkék erre, hogy írok, meg a színpadi darabokra is nagyon büszkék. Elmennek az előadásra? Eljönnek az előadásra, bizony. Igen, az első sorokban ülnek, és eljönnek az előadásra. Az irodalomból, és cáfolja meg, ha nem igaz, nem lehet megélni. Talán nem is az a lényege, hogy megéljünk belőle. Itt abban a művelődési központban vagyok adminisztrátor, és nagyon szeretem a munkámat. Tehát van egy polgári foglalkozása is. Igen, van egy polgári foglalkozásom is, az mellett irogatok. Erikával hogyan találkozott először? Hogyan hozta össze önöket a sors? Erikát csak látásból ismertem, a gimnáziumból, illetve a középiskolából, és egy közösségi oldalon találtam rá, hogy írás tanfolyamot hirdet, és én jelentkeztem erre a tanfolyamra. Elvégeztem a tanfolyamot, és így sikerült összehozni a találkozást. Ezek szerint jó tanárnak bizonyult. Hát akkor folytassuk Orbán Erikával, akiről nem tudom igazából, hogy író, újságíró vagy tanár. Hát, hogy író, újságíró, tanár, hát nem is tudom, minden így egybe igazság szerint. Ha választanom kell, akkor azt mondanám, hogy író. Egészen kicsi koromtól írok én már. Amikor még nem voltam olyan íráskép, zett, vagy képes, mint amilyen most vagyok, vagy szeretném hinni, hogy amilyen most vagyok. Szoktam mesélni az édesanyámnak, és akkor mindig mondta, jaj, kislányom, megint milyen hülyeségeket hordasz össze. De miután leírtam ezeket, és úgy mutogattam neki, és akkor már úgy ő is mondta, hogy na, hát ez egészen jó. Úgyhogy én azt mondom, hogy inkább talán író, bár az első szakmám az női szabó, nem voltam túl jól tanuló abban az időszakban. Hát olyan voltam, mint a fiatalok általában, ledobtam a táskát, amikor hazaértünk, az irány a nagyvilág, de hát később bennő az ember fejelágya jó esetben. És akkor rájöttem én is, hogy én nem szeretek varni, nem, mai napig nem szeretek, és hogy kell valamit kezdjek az életemmel, ha én akarok fejlődni. Így aztán jöttek szépen sorba az iskolák, egyik a másik után, és hát így lett belőlem tanár is, és így lett belőlem újságíró is, és így lett belőlem könyvtáros is, mert ez a három az a végzettség, amit magaménak mondhatok most már. Még nincs valami, mert úgy hiányzik a listáról. Hát nem tudom, majd még lehet, hogy most áttavanzsálunk színésznek így az Érivel közösen.
mert hát ugye, hogy színpadra kerülnek ezek a művek, és hát ezt mi adjuk elő. Van itt egy kis csapat, akikkel együtt dolgozunk, és hát úgy tűnik, hogy mi ezt nagyon megszerettük, ezt a színpados dolgot. Ugyan még csak most lesz a második, de szívesen csináljuk, és nagy örömmel. Azt mondja, hogy nem volt különösebben jó tanuló. Na de ehhez képest meg mennyi mindent tanult utána? Mi változott meg? Azt érezte, hogy elmaradásaim vannak, mint be kell pótolni? Vagy egészen más oka volt annak, hogy nekiveselkedett és különböző képzettségeket szerzett? A konkrét oka az volt, hogy nem éreztem elfoglaltnak az agyamat. Ez nagyon furcsa így utólag visszagondolva rá, tehát én már akkor kezdtem el tanulni többet, amikor már feleség voltam, és két gyerekem is volt. A két gyerek mellett az ember nem unatkozik, ezt mindenő tudja, de mégis azt éreztem, hogy az agyamnak nincs dolga. Tehát jó, pelenka, főzés, takarítás, stb. A napi rutin az nyilván megvolt, de több kellett, valahogy éhezett az agyam valamire. És akkor indult el, hogy én a dolgozók szakközépiskolájában érettségiztem, és ott volt egy nagyon jó magyar tanárom, aki azt mondta nekem, hogy hát Erika, írjon maga, hát nagyon jókat fogalmaz. És akkor ez igazándiból így indult el, hogy na, akkor én ezt megpróbálom, és akkor indult a Tabi újság is. Szóltak, hogyha van kedvem, akkor menjek. Csináltam pár riportot, ezt-azt, ott felfigyelt rám egy Somogy megyei magazin, most már sajnos az megszűnt, úgy hívták, hogy Dorottya. Akkor ott dolgoztam náluk, ott rám talált a Nyuszis magazin, akkor oda elköltöztem Pestre, és akkor ott dolgoztam a Kiskegyednek, a Gyöngynek, és így valahogy ez így elindult ez a folyamat, és közben elmentem dolgozni egy amerikai céghez. És azért mentem, a cég jött ide Tabra, és nem volt akkor még, ez 97-ben volt, nem volt még, aki sokat beszélt volna angolul, én meg már akkor is beszéltem ezt a nyelvet, és volt egy nagyon-nagyon jó főnökünk, aki engem azt mondta, hogy jó, akkor irány az egyetem Anglia, és így kerültem a Bournemouth-i főiskolára, ott végeztem, és amikor megjöttem, mindenki tőlem akart angolt tanulni. Így maradt rám, én igazándiból nem akartam tanár lenni, csak ez így rám maradt, és megszerettem a végén, annyira, hogy akkor a Torontói Egyetemen diplomáztam, de ezt online diplomáztam, tehát nem mentem oda tanulni, és hát azóta a középiskolába tanítok most már 5. éve, hogy rendes tanári státuszba tanítok, addig csak óraadóként voltam jelen. Most rendesen összezavart, mert próbáltam követni ezt az életpályát, ami hát nem akármilyen, de az elején, mintha azt említette volna, hogy a két gyerek. Na most akkor a két gyerek már megvolt, és utána csinálta ezt végig? És ment Angliába? Akkor mi volt a két gyerekkel? Hát van egy férjem, egy nagyon tüneményes ember, akit semmi pénzért nem adnék senkinek. Hát ő nagyon sokat vállalt, és vállal a mai napig is, mert tehát ha ő nincs, akkor én ezt nem tudom végigcsinálni. Meg hát az anyukám, az, aki még jól van, akkor most hozza gyerekeket nyárra, most akkor itt lehetnek velem, stb. Hát ez csak így megy. Tehát egyedül ezt nem lehet végigcsinálni. Ez csak úgy, ha van egy olyan támogató háttér, aki ezt képes tolerálni, hogy te nem vagy itthon hetekig, adott esetben hónapokig, hogy most konferenciára mész, hogy most föl kell szaladnod Pestre, mert éppen van egy interjú alany, akivel meg kell ezt csinálni, mert hát kötelezettséged van az újsággal szemben, ha neked kiadják, hogy menni kell, akkor sajnos, vagy hál' Istennek menni kell. Úgyhogy ez csak családdal lehet. Ezt egyedül nem lehet. Egy átlag ember bőséggel megelégszik az, hogy én tanítok. Elég keserves pálya az, elég sok munkával, elég sok idegfeszültséggel, és a mai gyerekeket ismerve, hát nem egészen könnyű megoldani szinte a legegyszerűbb helyzetet sem. És akkor még emellé így néhány egyéb, amit vállal. Nagyon nehéz ma pedagógusnak lenni. Az a helyzet, hogy a gyerekek nagyon okos telefon, számítógép, központúak. Nem tartozik ez nekik, hanem egyenesen hozzá vannak nőve. Most ez igazániból csak akkor működik, én azt gondolom egy pedagógusnak, ha ő ezt elfogadja. Ez nem tudunk vele mit csinálni, ezt muszáj elfogadni, viszont fel kell használni. Úgy tanulunk angolórán, hogy jó, akkor most megnézzük, hogy ez a történet a könyvben igaz volt-e. Elő lehet venni a mobiltelefont, a táblagépet, ki mit hoz magával, és akkor megnyugszanak. Persze nyilván ránéz a Facebookra, mert ott éppen most a szerelem valami történt, meg nem tudom, ki írt valami micsodát neki, de ez benne van a pakliban. Nem lehet kiküszöbölni. Nem működik, hogy elveszem a gyerektől a telefon, mert akkor nem figyel, még annyira sem. Az erőszak erőszakot szül. Nem lehet. Nem láttam azt, amit Budapesten látok, hogy mindenkinek a füléből lóg valami fülhallgató, meg pötyög a mobiltelefonon. Szóval ezért itt egy kicsit más. Talán nem annyira katasztrofális a helyzet, mint egy nagyvárosban. Tab ugyan város most már 89 óta, de azért ez egy vidéki kisváros. Nincs egészen 5000 ember, aki lakja.
és mindenki ismer mindenkit. Ez persze néha nagyon jó, néha meg nagyon rossz, de azt gondolom, hogy többet profitálunk mi ebből, hogy kisváros és ismerjük egymást, megállítanak az utcán. Én is bátran oda megyek bárkihez szólni neki, kérdezni tőle. Gyakorlatilag minden második ember ismerős. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és nem költöznék vissza Budapestre, megmondom őszintén. Gyerekkoromból emlékszem, amikor faluhelyen nyaraltam, hogy odafigyeltek a más gyerekére is. Itt is ugyanez van? Talán kevésbé, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Most már inkább az van, hogy ez az én gyerekem, milyen jogom szólsz hozzá, stb. Nagy előny nekem, ha én rászólok a gyerekre, akkor tudják, hogy gyakorlatilag a tanár szól a gyerekre, mert én rászólok az utcán is, ha nem úgy viselkedik, vagy ha kicsit többet ivott, akkor na gyere, kedvesem, akkor menjünk most már haza, jó, de tanár. De gyere csak, majd én elkísérlek. Szóval azért ezek itt megvannak, de kevésbé van az embereknek idejük, kedvük, affinitásuk ahhoz, hogy nevelje a másik gyerekét, és ez nagy baj egyébként, mert hát az belőlük lesz a jövő társadalma. Az iskolában is érezni, hogy másképp viselkednek a gyerekek, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt? Ó, persze, persze, nagyon. Visszabeszélnek, könnyebben visszaszólnak a tanárnak, állandó lotyogás van az órán, tehát nagyon nehéz úgy órát tartani, hogy beszélgetnek a gyerekek. És ez nagyon nehéz kiküszöbölni, hogy ne beszélgessenek. Én emlékszem, nekem az én osztályfőnököm már meghalt, ugye szegény, de ő bizony odament a gyerekhez, és olyan pofont adott neki, hogy kiesett a padból, ami nem helyes. Tehát én nem mondom, hogy ez helyes. Én azt gondolom, hogy az a baj, hogy elvettek a tanártól minden fegyelmező eszközt. Azzal én nem tudom fegyelmezni a gyereket, hogy jaj, ne csináld, mert kapsz egy szaktanárit. Hát kinevet, mit csinál egy szaktanárival, könyörgöm, lesz utána esetleg fegyelmie, meg nem tudom milyen, és aztán vagy elmegy magától az iskolából, vagy eltanácsoljuk. De nem ez a cél, hogy eltanácsoljunk egy gyereket. A cél az, hogy megtanítsuk, jelen esetben én az angol nyelvre, de ezt úgy kellene, vagy úgy lehetne csak elérni, ha valamilyen úton módon kordába lehetne tartani őket, de ez nagyon nehéz ma, mert hogy nincs mivel kordába tartsam. Próbálkozunk nyilván, én is, a kollégáim és mindenki, igyekszünk úgy osztani az anyagot, vagy osztani a feladatokat, hogy aki esetleg gyengébb képességű, vagy más érdekli, az olyan fajta feladatokat kapjon, de hát ez egy horror munka, tehát akkora mennyiségű munka. 5 osztályban tanítok én, az 5 osztály az 5x20 gyerek, tehát az annyiszor feladat, az annyiszor javítandó, annyiszor dolgozat, stb. Talán a szülők változtak meg igazán, mert amikor valamelyikünkkel a tanárnő 4 szem közt a szertárban elbeszélgetett, akkor ezt nem mertük otthon megmondani, mert a másik felét kaptuk volna. Ma meg egy beírásra akad olyan szülő, aki berohan, és szerencsés esetben nem veri meg a tanárt. Hát sajnos ez így van, de hál' Istennek ezt elég jól tudják kezelni a kollégáim is, meg én is. Nem nagyon fordul elő azért egy ilyen kisvárosi iskolába, hogy bejöjjön a szülő, és nem tudom, neki álljon verekedni. Van rá precedens valóban, hogy bejön a szülő, és azt mondja, na de hát ezt hogyan? Akkor leül az ember vele, elmondja, hogy mi a történet, és akkor elgondolkodik ő is, hogy ja, tényleg, hát akkor ez mégsem úgy volt, ahogy a gyerek elmondta. A másik fele meg az, hogy én ezt a gazdasági, társadalmi helyzet számlájára is írom igazándiból, hogy ilyenek a szülők, amilyenek, mert azért, ha 4 műszakban dolgozik mind a 2 szülő, hol látja a gyereket, hol nem. Tehát akkor mikor nevelje, mikor a szülő reggel hazaér, a gyerek elmegy iskolába, a gyerek, amikor hazaér, a szülő elmegy dolgozni. Ne azt sem látja, hogy mit csinál a gyerek, merre megy. Szóval egy anyát nem szabadna 4 műszakban dolgoztatni, és akkor lenne ideje nevelni a gyereket. Sokkal kevesebb gyerek lenne az utcán, és szerintem sokkal jobban neveltek is lennének. Erőt eszem, mi van a saját 2 gyerekkel? Ó, hát ők már megnőttek, meg Viktória lányom 34 éves, a fiam meg 33, hát a lányom remélhetőleg jövőre férhez megy, legalábbis hát most megkérték a kezét, amire rettenetesen büszke vagyok. Itt dolgozik egyébként ő is Tabon, egy nagy cégnél, a fiam pedig Pesten van, utasszállító repülőgép pilóta lesz, most lassan végez, és akkor irány a nagyvilág. Ez a másik könyv, a Bonyodalmak, ennek szerzője Orbán Erika. Mennyire bonyodalmas egyáltalán az, hogy eljusson oda egy ma író ember, hogy kötetbe foglalják a művét? Ha van pénze, akkor nem bonyodalmas. Az a baj, hogy ma a nagy kiadók, akik egyébként kerestek bennünket, csak mi nem adtuk a könyvet, mert nagyon szépen szeretnék fogalmazni, tehát nyilván ők is pénzből élnek, de olyan mennyiségű jutalékot szeretnének, amit mi nem vagyunk képesek meg. Nagyon szívesen, ha lehetne, de nem vagyunk képesek. Tehát ezek a könyvek magánkiadásban születnek, aminek nagy előnye az, hogyha én egyet kérek, egyet kapok, ha 30-at kérek, 30-at kapok. És ez nem mindegy. De eljutni idáig bonyodalmas, igen.
fonyodalmas. Beszéljünk akkor egy kicsit a témákról. Minek alapján dönti el, hogy ezt papírra vetem, ezt nem? Hát ez egy érdekes kérdés, ezen én így még őszintén megmondva nem gondolkodtam. Ha van egy téma, az általában belőlem azért, vagy azért születik meg a fejemben, mert papírra kívánkozik. Az első könyvem volt a Carpe Diem, ugye Éjjamának, és az egy olyan lányról szól, aki a honfoglalás korából valamilyen okból kifolyólag átkerül a 20. századba, és hát itt nevelkedik, de a múltja folyton utána nyúl. Nem tudom, hogy miért született, nagyon prózai a születése igazándiból a könyvnek, mert ugye mi falun lévő emberek, szőlőlugas, a férjem metszette, én söpörtem el az udvaron, és az jutott eszembe ezen a poros udvaron, mi lenne, itt lenne egy luk, és ellátnék egy másik világba. És ez a gondolat nem hagyott engem nyugodtan, és aztán írja a könyv saját magát. Tehát, hogy ez a könyv mondta meg, hogy ő ott akkor most a honfoglalás kora van, tehát amikor a besenyők megtámadták a magyarokat, ez annak az időszaknak a dolga. A második könyvem volt a Hanna, az egy szerelmi történet, annak is egyébként nagyon prózai a születése, aki Siófok felől jön Tabra, ott van egy nagyon mély, nagyon meredek völgy, és én nagyon szeretek autózni jó gyorsan, vagy szerettem, amíg meg nem tanultam a magyarodi pályán, hogy ez nem olyan szerencsés. Az jutott eszembe, hogy úgy hirtelen belém vinat, hogy jobb lenne levenném a lábam a pedálról, mert mi lesz, ha kiugrik egy szarvas, és akkor ott aztán nekem végem van. És ebből született a Hanna, tehát ott megy valaki, és aztán ott el is kapja a szarvast. A harmadik könyvem volt a Falunapa vagy Szex és Vidék. Falusi lány lévén ugye ismertem, vagy ismerek olyan karaktereket, amik a könyvben vannak, nincs köze egyébként a valósághoz a könyvnek, bár sokan azt mondták, jaj, hát ez az én kis falum. Nem, igazándiból nem, csak hát mindenhol van kapcsi polgármester, mindenhol van pletykás öregasszony, és itt a Manci mama, a pletykás öregasszony volt az, aki egyszer csak úgy megjelent az én fejembe. Azt mondtam lányom, hogy ülj le, majd mondok én neked egy történetet. Hát mondom, jól van Manci mama, akkor mondjuk. És akkor az meg így született. És ez most az utolsó, ami kiadódott, a Bonyodalmak. Ez egy 42 éves jogi asszisztens hölgyről szól. Ne kérdezzem, miért pont jogi asszisztens csak. Ő akart az lenni. És hát az ő élete története igazándiból egészen Üzbegisztánig, mert hogy ő oda akart minden áron menni, mert ő nagyon szereti az üzbégeket. Éva elmondta maga gyerekkori gyökereit, Erika még nem. Hát én is vidéki lány vagyok, én is egy kis faluban születtem, innét nem messze 5 kilométerrel van egy Kánya nevű község. Én oda születtem egy hát paraszti családba, az én édesapám traktoros volt a termelőszövetkezetben, az édesanyám pedig ott dolgozott ő is a termelőszövetkezetben, egész addig még egyszer azt nem mondta, hogy neki ebből elege van, és akkor eljött, itt volt egy Videoton gyáregység, és eljött ide, illetve először egy kemping vállalathoz, ahol sátorponyvákat vartak, és akkor később átment a Videotonba. Most már nyugdíjas, az édes apám sajnos meghalt 10 éve, de én tőlük, hát az anyukámtól a vasakaratot. Tehát, hogy olyan nincs, hogy én ne tudjam megcsinálni. Az édesapámtól viszont ezt a kis bohémságot, hogy jól van, majd megoldjuk, nem kell mindent annyira merre szívni. Ez konfliktusokat okozott apám és anyám között néha, hogy apám egy kicsit lazábban vette dolgokat. Az én anyám a mai napig szereti, hogy amit ő úgy elképzel, az úgy meglegyen, és akkor legyen, és pontos legyen, amiben tökéletesen igaza van. És én is ilyen lettem. Ő szereti a kukorica sorokat még szinte fésűvel egyengetni, hogy az úgy legyen. Én meg a sorokat szeretem egyengetni, és én közel annyit dolgozom az agyammal, mint ő amennyit a saját kezével. Úgyhogy én tőlük, hát az apámtól azt mondhatnám, hogy az élet szeretetet, az anyámtól meg ezt a vasakaratot, hogy már pedig én ezt megcsinálom, és egyedül csinálom, és nem kérek segítséget, mert majd én megcsinálom. Egy volt. Nem, van egy húgom, egy 7 évvel fiatalabb húgom. Ő sajnos távol él Lajos Misén. Hát ő is angoltanár a változatosság kedvéért. Hát ők ritkán jönnek haza, ugye messze vannak, meg ott kisebbek a gyerekek is még. A Peti most 12, a Lilla meg 10,5, de egyébként a húgom is írt újságba. Tehát van nekem egy magazinom, egy online magazinom, amit úgy hívnak, hogy Alkotónők, és néha ő is szokott oda cikkeket írni, ha ideje engedi, de hát ugye ő is sokat dolgozik, mint mindenki más. Hát ez a család egy kaptafára készül. Nagyon úgy tűnik, igen. Hát az édesapám például tangóharmonikázott és szokott énekelni. Emlékeim szerint azt mondták volna, hogy Lakodalmakban, de ebben nem vagyok biztos, viszont színjátszó körben szerepelt ő is. Akkor ezek a gyökerek, amikből kisarjad az önélete, hát ezek adottak. Abszolút adottak, és hát a még a távolabbi rokonságot, vagy őseimet, ha vesszük, például mind az anyai dédszülők voltak Amerikában például, sokáig New Yorkban éltek. Tehát, hogy ez az utazás, ami megjelenik így a könyveimben, mert anyám is azt kérdezte, hogy de hát hogy kerülsz te ide meg oda úgy a könyvekbe? Valószínűleg innét, hogy ők is olyanok voltak, hogy szerettek utazni, szerették a saját életüket úgy elrendezni, hogy ők akarták, és hát képesek voltak ezért nagyon sokat dolgozni. Még úgy is, hogy itt kellett hagyni például a kisgyereket, el kellett menni Amerikába,
és utána ment csak a család, a férj után, az apa után, de hát ha nem volt más lehetőség 900-as évek elején, akkor nem maradt más megoldás, menni kellett. Ha döntenie kellene, mint ahogy nem kell, de olyan helyzetbe kerülne, hogy döntenem kell. Tanítok, színpadon szerepelek, vagy írok? Melyiket választaná? Nem tudnék választani, nem tudnék, ez mind én vagyok. Én azt gondolom, hogy egy emberben nagyon sok ember lakozik. És hol ez az erősebb, hol az az erősebb, de ezek így egészítik ki egymást. Tehát ettől vagyunk kerek egészek, hogy mindenki többfélét csinál, mindenkiben többféle lélek lakozik, és mindig azt veszi elő, amire éppen szüksége van. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Tabon vendégeskedtünk, Czobor Éva és Orbán Erika vendégeként. Közvetlen munkatársam Rubin Gabriella nevében is köszönöm figyelmüket. A riportert, ifjabb Tóth Györgyöt hallották. Ezt a műsorunkat ma 23 óra 11 perctől megismételjük, de meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon is.